Budapest, Csokonai Kulturális Központ. Színház, zene, tánc, kiállítások mindenkinek. Egész évben, 7 helyszínen. Az élmények otthona. Jó napot kívánok, köszöntöm azokat, akik velünk tartanak a sötétedés utáni órában. Rab László vagyok, eredeti szakmám tekintve újságíró, tanár és szerkesztő. Itt ülök a Nyitott Ajtók újpalotai közösségi irodájában. Eredetileg úgy terveztük, hogy az Annó Művészeti Hét keretében páran összejövünk és beszélgetünk Fekete István író emlékezetéről, műveiről, életéről. Aztán egy másfél héttel ezelőtt kiderült, hogy nagy közösség nem jöhet össze ebben a szép kis környezetben, ahol egyébként szoktunk találkozni gyakorta mindenféle helyi ügyek megbeszélésekor, hanem majd úgy lesz, hogy néhányan elbeszélgetünk egymással, és én is úgy terveztem, hogy majd itt lesz a Lépés Ági, akivel megbeszéljük azt, hogy mire emlékszünk még Fekete István emlékezetes regényeiről. Aztán változott a helyzet, kiderült, hogy már erre sincs lehetőség, és akkor ide jutottam, itt ülök kamerák keresztüzében, és úgy kell csinálnom, mintha a Minden Tudás Egyetemének egy előadásán szerepelnék, ami teljesen újszerű számomra, hiszen hát nem vagyok tévés személyiség, nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy hosszan beszéljek, és hát közben még jól is mutasson az ember. Úgyhogy be kell érniük azzal, amit itt látnak, ha hibázok vagy bakizom közben, azért utólagos elnézését kérem mindenkinek. Fekete István, a népszerű állattörténetek írója, mindnyájunk számára emlékezetes, nem mondhatjuk, hogy elfelejtettük, hiszen a könyvei valószínű, hogy valahányunk könyvespolcán megtalálható. A Vuk, a Hú, a Kele, a Csí, vagy bármelyik más, vagy a Bogáncs történetei ott lehetnek minden gyerek könyvespolcán. Rendkívül népszerűek voltak ezek a maguk idejében, és azt kell mondanom, hogy ha felütjük egy-egy könyvét Feketének, akkor ma sem fogunk csalódni. Én most felütök belőle egy rövid kis passzust, megpróbálom szépen felolvasni. Aludtak a nehéz fürtök is a tőkéken, aludtak a darazsak a zsúbtetők alatt, aludt az egész falu, átmelegedve az elmúlt nyár dús ágyában, és nem vette észre senki, hogy ezen az éjszakán a mulandóság ezüstjét hintette fűre, fára, vetésekre, temetőkre, az egész világra, a nagy novemberi csősz, az ősz. Hát, ez a rövid kis idézet a Csí történetekből származik, amelyeket 1940-ben adtak ki. Ebben már szerepelnek azok az állattörténetek, amelyeket aztán később külön is megismerhetett az olvasó közönség. A párját vesztett magányos gólya története van benne, meg a rafinált lutra, a vidra, aki elindul és találkozik az emberekkel, és egy másfajta környezetben mutatja meg, hogy a természetben milyen törvények uralkodnak. Nem idegen tehát számunkra az az író, aki a Kisvuk történetével, később a rajzfilm segítségével is minden magyar gyerek kedvencévé vált. Fekete István a regényei alapján úgy tűnik, hogy egy nagyon egyenletes pályaívet
futott be, népszerű író volt a 30-as évektől kezdődően, ugye 1970-ig élt, és könyveit, műveit azóta is kiadják, majdnem 10 millió példányban jelentek meg a könyvei, a magyaron kívül 10 másik nyelven, tehát még azt is mondhatjuk, hogy a határainkon túl is népszerű a neve ma is. Abba most nem mennék bele, hogy ki a nagyíró, meg ki a kisíró, meg ki a közepes író, mert ezek engem túlságosan nem izgattak sohasem. Nincs olyan, hogy kisíró, meg nagyíró. Olyan van, aki egy adott korban a népszerűbb tud lenni másoknál, és olyan is van, akit halála után picit elfelejtenek, és látjuk, olyan is van, akit 50-60 évvel halála után újra felfedeznek, rákényszerítenek az olvasókra, és az olvasók egy része elhiszi, hogy neki mondjuk 50-60-100 évvel ezelőtti történeteket kell aktualizálva olvasni. Feketénél ez a veszély nem fenyeget, mert ha a 40-es évekbeli állattörténeteit elővesszük, akkor azt látjuk, hogy azok ma is aktuálisak, hiszen azok rendkívül érzelmes, romantikus történetek. No persze, szerepel bennük a Horthy korszaknak az a barokkos közlésmódja, amelyek Vasnak, Tormai Cecilnek és másoknak, ezeknek a divatba hozott szerzőknek a műveiben nyomon követhető. Tehát azt mondtam ugye, hogy egyenletes pályaív, egyenletes nyugodt élet. Ezt, ha beljebb megyünk majd a történetben, látni fogjuk, hogy azért ez nem teljesen így van. Sem a pályaív nem volt egyenletes, a nyugodt életről meg szó sem lehetett. Göllén, Somogy megyében született Fekete István, és Budapesten, a második kerületben, a Schwab-hegyen, a Tárogató utcában halt meg 1970-ben. A gyermekkoráról annyit tudunk, hogy kb. 10 évig élt Göllén, utána elkerült Kaposvárra, kereskedelmi felső iskolába, ott tanult, 3 tantárgyból megbukott egy ízben. Elmeséli, hogy a bukást követően latinból, meg matekból például, tehát a számtannal mindig problémái voltak. Az egyik ilyen bukást követően kitette az ellenőrző könyvét a konyhaasztalra, és úgy döntött, hogy elmegy világgá, és az apja, aki olykor-olykor elagyabugyálta, mert akkoriban ezért ez egy eléggé bevett szokás volt, hogy ha a gyerek nem azt csinálta, amit kell, akkor jól megverték. Nem mondom, hogy ez szép dolog volt, de hát ez történt. Akkor elment utána az apja, és az egyik tanyáról vitte vissza a sírdogáló gyereket, és hozzá se nyúlt. Tehát a gyerekkori emlékekről a Ballagó idő című önéletrajzi művéből tudhatunk meg igen sokat. Dédnagybátyja volt a 48-as honvédtábornok, Damjanics János. A nagyszülei pedig, a nagyszülei közül az anyai nagyanyja lengyel származású volt, Gronszki nagyanyja, akiről nem tudott sokat, és egy ízben úgy is nyilatkozott, hogy nem is nagyon volt rá kíváncsi, mert nem a Gronszki nagyanyját szerette, hanem a Della John nevű nagymamát. Itt meg egy hajdan a francia polgári forradalomból menekülő ősről van szó, aki egy hordóban levágott fülekkel menekült el az őt üldözők elől.
egy zacskó arannyal. Ez megmaradt a családi legendáriumban. A Göllei 10 év az örök falusi ember érzetét adja a fekete műveiben, tehát az a mély állat és növényvilág szeretet, ami jellemzi a könyveit, az visszaköszön. Amúgy okleveles gazdaként, vadászként, forgatókönyvíróként is jól megállta a helyét. Amikor a Sashegyen vagyunk, a 40-es években, mert akkor már ott lak, a 41-ben Pestre költözött, a Bogáns nevű kutyával már ott lehet találkozni a történetekben, a Bogáns nevű pulival, amelynek az élettörténetben is fontos szerepe lesz. És a csavargásról kell még annyit elmondani, hogy Fekete Sinyi nevű nagybátyja írja a Ballagó időben, amint jött az április és jobb lett az idő, eltűnt otthonról, és legközelebb novemberben találkoztak vele, bújta a nádast, ment horgászni, halászni, és a természet volt a mindene, és a gyerek is el tudott vele néha szökni. Tehát Kaposvárra került a Fekete, és a hadi érettségi után 1918-ban némi protekcióval sikerült elérni, hogy ne kelljen elmennie a frontra. Utána Debrecenbe került gazdasági akadémiára, de ott mindössze fél évet töltött el, nem ízlett a dunántúli gyereknek túlságosan a kálvinista Rómában az élet. A szikár alföldet fél év után hátrahagyta, és azzal a kérelemmel fordult az oktatási hatóságokhoz, hogy tanulhasson Moson-Magyaróváron, a Magyar Királyi Gazdasági Akadémián, ahol mezőgazdászként diplomázott 1926-ban. Az 1926 az egy fontos dátum az életében, mert elkeveredett Baranya megyébe, segédtiszt volt Bakócán egy uradalomban, a Majlád gróf uradalmában, és ott összetalálkozott egy Piller Edit nevű 16 éves budapesti gimnazista leánykával, szerelem szövődött a gazdatiszt és az uradalom orvosának lánya között. Piller Edit lesz az, aki később Fekete István feleségeként Ajkára költözik a mezőgazdásszal, és egy hosszú, zajos házasságot élnek le együtt. Nem boldog a házasság, ezt az ifjabb Fekete meséli el emlékirataiban, aki azt mondja az anyjára, hogy örökölte a súlyos ideggyengeséget, ami azt jelenti, hogy valójában mániás depresszió volt, ennek az árnyékában volt kénytelen az egyre népszerűbb író élni, akinek a 45-ös fordulat után, a háború végén el is kellett egy időre hallgatnia, de ne szaladjunk ennyire előre. Azt kérdezte ifjabb Fekete István, aki 1956-ban
56-ban eltávozott az országból, és először Kanadába ment, majd Chicagóban telepedett le, és lett például újságtulajdonos, meg kiadó, és egy darabig az egyik nagy chicagói újságnál volt szerkesztő riporter. Egyszer rákérdezett az apjára, hogy miért nem váltak el, és akkor Fekete István azt felelte, hogy ezt tudom idézni is. Én még embernek adott szavamat sem szegtem meg soha, nemhogy azt, amit az Úristennek adtam. Ezért nem vált el. Egy nagy darab emberről van szó, nagy erős férfiról, akiről az egyik barátja, Mezei Zoltán elmesélt egy mosonmagyaróvári történetet tanulmányi időszakból, amikor iszogattak a Széchenyi étteremben, és a Duhaj Társaság kikezdett velük, és Feketének a zubbonya zsebét letépték. Ezt Mezei szerint nem kellett volna, mert akkora maflást adott az író, a romantikus történetekkel foglalkozó író ennek a támadónak, hogy három sort átesve esett be az asztalok alá. És egy hatalmas verekedés lett belőle, amiből Fekete jól jött ki, meséli ez a régi barát. Persze annak, hogy valaki erős, meg főiskolás korában iszogatással tölti az idejét, annak az írói minőséghez túl sok köze nincs. Tudunk magyar íróról, aki szintén szeretett ilyen Duhaj Dévaj Társaságban iszogatni, és szintén nem tudták elverni, ez Tersánszki Józsi Jenő volt, egy hatalmas kétméteres ember, kikezdeni nem mertek vele. Tehát ez nem azért mondom, mert ez befolyásolná az írói pálya egyes szakaszait. Két gyermeke született 1930-ban Edith, és 32-ben István, akiről beszéltünk, aki elkerült Amerikába, és például az apja halála után, a rendszerváltás után ő intézte el, hogy a Farkasréti temetőből kihantolják az írót, és visszakerüljön Göllére nagy csinadratával, hozzáteszem, Jókai Anna mondott beszédet, és elkezdődött a Fekete életműnek valamiféle, hát ilyen propagandisztikus erősítése, amire nem volt túl nagy szükség, de most megint előre szaladtam. Tehát Edith 30-ban született, a Tupinak nevezett Edith, aki 18 évesen, 49-ben a Sacré-Cœur apáca közösség tagja lett, és miután 49-ben betiltották a rendeket Magyarországon, Ausztriában kötött ki. Nagy dráma volt ez a család életében. Azt írja az ifjú Fekete, hogy csak édesapám tudta Edithnek a tervét. Anyám előtt érthetetlen volt a dolog, anyám előtt, aki bűnnek tartotta ezt a döntést. Csend van, nagy a csend most mi nálunk, írta az író Fekete István. Szívünk sötét borulásban, anyát sír,
körülöttünk elmúlás van, írja az Elment című versben. Nem nagyon ismerjük Fekete István verseit egyébként, érdekes önéletrajzi momentumok fedezhetők fel benne. Hogy lett író? Mert egyébként mezőgazdásznak kiváló volt, nem csak Bakócán, hanem Ajkán is, ahol egy holland származású földbirtokosnak az intézője volt, tejüzemet, meg sajtüzemet gründolt, a merinói juhok tenyésztésével egészen jó eredményeket ért el, és tulajdonképpen egy pompás szakember volt, tehát azt kell mondjunk, hogy teljesen természetes, amikor egy-egy leírásban a tájat, a szántóföldeket, az állatok viselkedését be tudja mutatni, meg volt hozzá a szakmai fölkészültsége. A 30-as években kezdett írogatni, a Herceg Ferenc szerkesztette Új Idők közölte egyes írásait, novellákat, kisebb állattörténeteket, és ezután ismerkedett össze a Nimród újság főszerkesztőjével, a híres vadásszal, Kittenberger Kálmánnal, aki támogatni kezdte. Közösen vettek részt a Börzsönyben, a Bükkben, Erdélyben Kittenbergerrel és például Csató Kálmánnal, a Nemzeti Színház akkori főrendezőjével, szintén nagy vadásszal, ilyen közös vadászatokon, melyről a naplók szerint az is kiderült, hogy súlyos kambulik is voltak. Tehát volt egy kis iszogatás a végén. Ezeken a vadászatokon Csató és Kittenberger mellett részt vett mondjuk Széchenyi Zsigmond és például Vas Albert is, ismerték tehát egymást a vadászatokról. Az elfoglalt gazdatiszt 1937-ben írta meg azt a művét, amivel egy csapásra népszerű lett, a Koppányi Aga Testamentuma című kalandregényt, ami a 16. század elején játszódik, a török hódoltság korában. Ez egy romantikus történet, törökök és magyarok harcolnak egymással, nagyon jól meg vannak benne dolgozva a személyes szálak, a végén egy szerelmi történet is előkeveredik. A Gárdonyi Géza társaság pályázatán Fekete ezzel egy 3000 pengős első díjat zsebelt be, és nagy szerencsénk, hogy 30 évvel később Zsurzséva megrendezte ezt a filmet. Petrovics Emil írta hozzá a zenét, és hát pompásabbnál pompásabb színészek közreműködésével ez a 67-ben készült film volt az első színes magyar tévéfilm. Ma is nézhető, már benne van Bárdi György, aki több ilyen török szerepet is elvállalt, később az Egri csillagokban is fölbukkant. A naplójában írja Fekete, hogy amikor véget értek a forgatások, akkor meglepték Zsurzsévát egy fiatal pulival, és a rendezőnő odáig volt a gyönyörűségtől. Ez tehát 37-ben volt, és
39-ben egy másik pályázatot is nyert, a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda pályázatának első díját nyerte meg a Zsellérek című regénnyel, ami nem állat történeteket tartalmazott, hanem a vörös terror bemutatása volt, a Tanácsköztársaság bukása utáni idők közlésmódjának megfelelően, tehát a 30-as, 20-as, 30-as években nagyon erősen tartotta magát az a népieskedő, viszonylag stílustalan megközelítésmód, amelyiknek lényege az volt, hogy a vörös terror és a zsidó összeesküvés, azok szerves összefüggésben álltak egymással, álirodalmi terméknek nevezte a Zselléreket Schöfflin Aladár, ami nagyon nehezen volt olvasható. Egy kurzusmű, ami teljesen megfelelt a Horthy rendszer propagandisztikus közlésmódjának. Ez a Zsellérek volt az oka annak, hogy 45 után Feketének el kellett hallgatnia. Tulajdonképpen ez volt a fő oka annak, hogy nem jutott lehetőséghez 45 után. Meg az is, hogy 41-ben, amikor Budapestre költözött, és a Földművelési Minisztériumban állást szerzett magának, amellett egy forgatókönyvet írt, Dr. Kovács István néven mutatták be ezt a szintén eléggé stílustalan művet. Filmet is készítettek belőle, Páger Antal, Simor Erzsi főszereplésével Bánki Viktor rendezte, aki részt vett a 30-as években a nyíltan antiszemita propaganda támogatásában a filmjeivel. Nem véletlen, hogy a 40-es évek második felében már Németországban, a nyugati részen keresett magának menedéket. Őnek is súlyos problémái lettek volna, ha itt marad Magyarországon. Erről az időszakról, meg a Dr. Kovács István című mű problémaköréről kiki újulnak a viták. Telefont letesszük, mert elfelejtettük kikapcsolni. 2019-ben például Pálffy György, a Taxidermia című film rendezője, náci kollaboránsnak nevezte Fekete István forgatókönyvét, amit aztán később úgy finomított, hogy nem állt távol tőle a Horthy rendszer alapvetésének elfogadása, így finomította. Az a népi eszmekör, ami az új konzervatív ideológiának és a fasiszta szólamoknak, a korabeli hivatalos propagandának közös tétele volt, ez jellemezte ezt a munkát. Nem nagyon ismerjük, nekünk szerencsénk, hogy a Bukk és a Bogáncs maradt meg az emlékezetünkben, mert azzal szerintem jobban járunk. De azért, aki érdeklődik a Zsellérek, vagy a 30-as, 40-es évek világának közlései iránt, az belekukkanthat a népszerű
ifjúsági író, mert ugye úgy tartjuk Fekete Istvánt, hogy ifjúsági író lett a felszabadulás után, akkor megérthetjük, hogy milyen utat járt be egy vidéki fiú, aki nem volt tájékozatlan és műveletlen, de azért belesodródott abba a központi direktívába, amit nem nagyon lehetett kikerülni. Van egy nagyon érdekes történet a 40-es évek közepéről, pontosabban 46-ból, amikor is ifjú Fekete, a Fekete István az Édesapám volt című könyvében beszámol arról, hogy az apját az ávósok lefogták, nagyon-nagyon megverték, olyannyira megverték, hogy a fél szemét kiverték, és a veséjét is leverték, és a János kórház előtt dobták ki egy furgonból, úgy kellett neki bemenekülnie. Tehát, hogy elvesztette egészen konkrétan a szeme világát. Amivel csak annyi a baj, hogy az özvegy Piller Edit rablótámadásról számolt be, és az újságok is rablótámadást említettek az ügy kapcsán, és maga Fekete István meg egy interjúban arról beszélt egy balesettel kapcsolatban, egy autóbalesettel kapcsolatban, idézem, mert ez egy fontos dolog, egy váratlanul visszatolató autó, azon egy gerenda vég és kész, mondja ebben a 70-es évekbeli interjúban, amit Sánta Gábor irodalomtörténész vett észre, nála találtam, ez nagyon érdekes. Ugye arról van szó, hogy az ifjú Fekete azt mondja, hogy az apja nem merte a nyilvánosság előtt elmesélni, hogy őt az ávósok bántalmazták és kiverték a fél szemét, mert a családját próbálta ezzel megóvni. Hát nem tudom. Nem tudom. Nagyon, nagyon nehéz. Nehéz kis történet, mert a források azok mást mutatnak. Ifjú Fekete állítása szerint apja csak az Új Emberben és a Vigiliában közölhetett írásokat. Ez sem stimmel teljesen, mert az állattörténetek nagy kiadónál megjelenhettek, és nagyon nagy példányszámban jelentek meg ezek az állattörténetek. Tehát ugye ifjú Fekete azt állította, hogy anyámat megfélemlítették, és még 70 után, tehát az apja halála után is ragaszkodnia kellett ahhoz a történethez, hogy itt baleset történt, és nem valami politikai bántalmazás. Hát azok az ifjú irodalombarátok, akik Fekete István életének a mélységeit megpróbálják kikutatni, jó lehetőségekkel neki indulhatnak az állambiztonsági levéltárak átvizsgálásának, mert egészen biztos, hogy találnak majd ide vonatkozó finom részleteket.
Azt azért elmondanám, hogy ha 37-ben jelent meg a Koppányi Aga, ami egy csapásra népszerű lett, 8 kiadást élt meg napjainkig, tehát nem mondhatjuk, hogy elfeledett író lenne Fekete István. És ugyanez a helyzet az 1940-ben megjelent Csi történetekkel, amelyekben már szerepel Kele, a sérült gólya, akit ugye szintén ott hagytak, tehát idegen közegben kellett boldogulnia. Tehát ezek az állattörténetek megjelentek már a háború előtt, és a háború utáni elhallgattatás az 50-es évek közepén ért véget, de akkor csak az állattörténetekkel lehetett visszatérni. Hát nyilván maga az író is fölmérte a politikai lehetőségeket, azzal nem nagyon lehetett akkor boldogulni. Miből élt, miután véget ért a háború, és már nem volt minisztériumi állás, nem volt Kittenberger Kálmán, meg Csató Kálmán, és nem voltak magasrangú mentorok a hátterében. Hát egy időben például Uszály kísérő volt, meg napszámos, és patkányt is írtott mérgezett marhavérrel. Erre azért úgy fölkaptam a fejem. Tehát patkányírtással is foglalkozott, kizárták a Magyar Írók Szövetségéből, és valóban csak az Új Ember és a Vigília volt az a két orgánum, amelyik befogadta az írásait. Fia egyébként azt állítja, aki újra temettette az apját, hogy nem kértek tőle bocsánatot, és nem rehabilitálták. Hát nem tudom, hogy miről van szó, ugye, de elítélni nem ítélték el, József Attila díjjal jutalmazták a fáradozását. Na persze nem a Rákosi rendszerben, hanem a konszolidáció után. És a fia azt állítja, hogy a magyar irodalomban sem tölti be azt a helyet, ami megilletné őt. Hát, erről pedig az én szerény véleményem az, hogy az olvasó dönti el, hogy egy adott író milyen helyet tölt be az emlékezetben. Tehát, ha Fekete István történeteit a szülők előveszik, vagy a nagyszülők előveszik, és odaadják a gyerekeiknek, meg az unokáiknak, mint ami az én családomban megtörténik, hát akkor ott azért olyan túl sok probléma nincs. Meg ha előveszik a kisróka, a rafinált kisróka történetét, a Vukkot, azért azt is mindenki ismeri. Tehát szerencsénk van azzal, hogy a filmművészet besegített. Ha valaki megnézi a Koppányi Aga testamentumát, a gyerekeivel vagy az unokáival szintén jól fog járni, mert voltak épp egy korszerű történetet talál. Tehát amikor azt mondja ifja Fekete, hogy az apja nem tölti be azt a helyet, ami megilletné őt, hát akkor ezzel ugye én nem tudok vitatkozni. A Tüskevárt is ide kell sorolnunk nyilván, hiszen ott is a film volt az, ami segített abban, hogy megőrizzük a történetet, a Berek történeteit, mert ugye a Tüskevár folytatása volt a Téli Berek, és hát itt egy olyan karakter és olyan alak
vonult fel Matula bácsi Bánhidi László színész személyében, ami azért egy egész generáció számára emlékezetes maradt. Tehát még csak azt kell mondjam, hogy még a Tüskevár sincs elfelejtve, sőt. A feketeféle természetszemlélet attól érdekes, hogy az állatok megtelnek ilyen emberi tulajdonságokkal, ilyen antropomorf jellegzetességekkel, ez nem újdonság, ezt nagyon sokan alkalmazták már, maga Fekete István, a Bugyuta, és hát, hogy mondjam, a nagyon gyermeteg megközelítéseket el is utasította, nagyon rossz véleménnyel volt például Félix Salten Bambi történetéről, úgymond utálta a Bambit, mert azt tartotta, hogy a maga lágy fantáziájában az író olyannak képzeli az erdőt, már Salten, aki szintén Magyarországon, Pesten született egyébként, mint azok a művészi olajnyomatok voltak, amelyeken az őzikék a lesen elaludt Jáger könyvét olvasnák. Miközben a nyulacskák bécsi valcert lejtettek előttük a dühös zöld réten, írja naplójában. Nem, teszi hozzá, az erdő nem ilyen, és az állatok sem ilyenek. Tehát erről rendkívül rossz véleménnyel volt, az embernek egy sajátos érzelmi kötődése van a természethez. Egyébként, ha azt vesszük, akkor a mai klíma történetekhez is nagyon modern módon kapcsolódott Fekete, például a Tüskevárban vagy a téli berekben. Tehát az ember és a természet együttműködésének nagyon jó harmóniáját szorgalmazta, ezzel se lehet semmi kifogásunk, ez is egy nagyon modern motívum az ő írásművészetében. Ajánlom e tekintetben is megvizsgálni. Az író halála után az özvegy mindent megtett azért, hogy idegen nyelvekre lefordítsák a könyveket. Voltak neki sikerei, orosz nyelvre akarta mindenképpen lefordítatni, például a Tüskevárt, ami aztán egy 20-25 év alatt sikerült is, tehát nagyon nehezen ment a dolog. Az utolsó bizarr jelenet az író életében a 60-as évek végéből az, ha már az özvegyről volt szó, hogy Fekete István nagyon szeretett hegedülni is, csak Edith asszony a hegedű húrokat szappan szeleterésre használta, és akkor egyszer fogta a hegedűjét, fölhúroztatta, és soha többé nem játszott már rajta. Ezt is az Ifjú Fekete naplójában lehet olvasni. Érdekesség. Nagy bagós volt, ami nem szokatlan. 1968-ban volt egy szívrohama, aztán még egy, és úgy halt meg 1970-ben. Tehát nem azt a klasszikus, egészséges életmódot követte. Nem szokott meg a nagyvárosban, írja a Ballagó időben. Tehát a Sashegyről leginkább vidékre vezetett az útja, nem pedig a város szívébe turistáskodni.
2004-ben volt ez a bizonyos kihantolás, amikor Göllére vitték a hamvakat, és ott megrendezték az újratemetést. Ez állítólag az író végakarata lett volna, de az özvegy azért temettette el a farkasréti temetőben, hogy gyakrabban meg tudja látogatni a sírját. A lényeg az, hogy most Göllén van eltemetve, Bogáncs maradványaival, azt azért tegyük hozzá. És záró motívumként annyit mondanék el, hogy a Tüskevár eredeti kézirata, ami kézzel írott volt egyébként, nem szeretett géppel írni, mert nagyon lassan haladt. Tehát az eredeti kéziratot, aminek a munkacíme még nem is Tüskevár volt, hanem az, hogy Matula iskolája, 2 millió forint volt 2018-ban a kikiáltási ár, és végül elkelt, 21,5 millió forintot fizettek érte, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy Fekete István nem lenne értékes író. Hát ennyi jutott hirtelen így eszembe alkalmi tévés speakerként, ami számomra is teljesen szokatlan volt. Azért sokkal jobban örültem volna annak, hogyha többen össze tudunk jönni, és kicsit kortyolgatva, beszélgetve idézzük fel az annó művészeti héten a legendás író alakját, akiről azt sem mondom, hogy olyan túl sok fénykép maradt volna vissza, megmaradtak ezek a jellegzetes svájci sapkás képek, amelyeket megtalálunk a világhálón, és hát megmaradtak azok a filmek, amelyek az ő műveit dolgozták fel. Szerencsések vagyunk azért, hogy Fekete István könyveit még ma is a kezünkbe vehetjük. Köszönöm a figyelmet, nagyon vigyázzanak magukra, ne legyen az, hogy egy ilyen okoskodó figura a tévén vagy a streamen keresztül próbálja magukkal, önökkel, veletek a kapcsolatot tartani. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek minden jót kívánok. Viszont. Budapest, Csokonai Kulturális Központ. Színház, zene, tánc, kiállítások mindenkinek. Egész évben, 7 helyszínen. Az élmények otthona.